Összefolytasz. Most értünk haza a Holy Motors című filmnek a betítéséről, és én nekem még mindig migrénem van. Egyszerűen annyira nagyon csalódtam ebbe a filmbe, baszki, hogy ez valami hihetetlen. Annyira öncélú művészfilm, de mégis művészfilm kategória, de ennyire öncélú, ennyire egy ilyen önajnározó szörnyűséget, mint ez a film, ennyire semmit mondó, és hogyha még mond is valamit, hogyha bele akarod magyarázni ezt, hogy ez mond valamit, akkor is már ezerszer láttuk ezt mondani valót, szerintem mindenkitől, aki francia rendező, vagy amerikai, akárkitől tetszik. Je ne sais quoi. L'existence est très difficile. Je n'ai pas peur. Sokkal szívesebben megnéz az ember egy popcorn movie-t valahol, vagy bármilyen Michael Bay filmet, és alapvetően nem szeretem azokat a filmeket, de hatszor megnéznék inkább egy bármilyen bugyuta akciófilmet, és még egyszer megnézném a Sátántangót, pedig már kétszer megnéztem, és az olyan volt ehhez képest, mint egy izgalmas akciódús film, ez meg egy annyira öncélú, annyira unalmas, semmilyen film, hogy úgy éreztem, hogy nem kaptam, hanem elvettek valamit. Két órát az életemből, az biztos. És egyszerűen nem tudom megmagyarázni, hogy mit láttam. Tehát, hogy a tipikus művészfilm, de a lehető legrosszabb, a lehető legrosszabb fajtából. Legyenek jelenetek, amiket nem érthetsz, legyen valami sztori, ami nem mozdul előre, legyen benne ronda karakter, aki levetkőzik, legyen benne össze-vissza értelmetlen cselekmény, és akkor így két óra múlva kijössz a moziból, folyik a nyálad, vérzik a füled, és így mit láttam? Nem tudom elmondani, hogy mit láttam. Tehát egy semmilyen volt ez a film, egy szar. Azt a szintű öncélúságot képzeljétek el, hogy úgy indul a film, hogy a rendező így kikel a saját ágyából, miközben egy filmet néznek valahol, egy ilyen tömeg, és kijön a rendező, aki egy ilyen fura kulcsa kint egy ajtót, és bemegy a saját filmjét nézni, és egyé válik magával a történettel, a filmmel és a szereplővel, és ő a szerző, baszd meg, hát érted? Akár milyen szerepet vállal el, mert úgymond neki van egy ilyen, tehát ő egy színészt játszik, akit így felkérnek, és ez valami ügynökségnek dolgozik, vagy nem tudom, hogy minek dolgozik egyébként, és egy kocsiban megy egész nap, és ilyen ügyeket, vagy miket vállal el, valamilyen megbízásokat, de nem tudni, hogy miket vagy igazából, megbízásokat vállal el, és akkor eljátszik egy szerepet. De ennyi. És akkor most itt azt elmondtam, és ne nézzétek meg a filmet, meg mert tudtok róla mindent. Ezt két órán keresztül azt nézed, hogy most ez a szerep van. És akkor nézed. De nem ad semmit hozzá a cselekményhez, nem semmilyen mondani való nincs, csak így nézed, hogy most ez van. Egyszerűen valami gnóm törpévé alakul, lemegy egy csatornába egy nővel, és ott mesztelenül fekszik, szirmokat dob magára, és a nő énekli a Pretty Horses-t, és előtte ő meg valami idegen nyelven beszél. És kész. És akkor megy a következő szerepre. Ott meg valakit megöl, akit látszik, hogy megkéseli, és kiderül, hogy az is ő, és utána őt is megkéselik, és akkor jön egy másik szerep. És akkor, de ezt miért nézed végig? Mert így ültem, és így, hát nem igaz, hogy nem lesz vége. A bogiok nem azok, aminek látszolok. Hát egyszerűen olyan, mintha valaki tényleg egy öncélú hülyeséget akart volna alkotni, csak azért, hogy fölbasszon másokat. Hát lehet ez volt a szerző szándéka. Már ezerszer láttuk ezt a történetet, hogy az identitás válságban van. Akkor a kapcsolatok azok kihűltek, és akkor ezt egy ilyen cyber-pornó-szerű jelenettel ábrázolja, ahol egyszer ilyen géppuskával lőnek, mint hogyha valami számítógépes játéknak a animációját vennék fel, akkor utána meg bejön egy csaj, és elkezdenek dugni, és sajtuk van ilyen motion. Akkor így gondolkodsz, hogy jó, hát értem én, csak hogy dobok?
ezzel semmire sem megyünk. Terna a szemébe nézett. És ha még tanácsot kérnénk, kezdte, de nem fejezte be a mondatot. A törpés jelenetnél, vagy gnóm, vagy nem tudom mi, de nem tudom, hogy mi. Nem tudom, hogy mit láttam. Egy valami olyan, mint egy ilyen írkoboltszerű valami, egy temetőbe kijön, és akkor ott megtámad egy fotósnak az asszisztensét, és akkor a fotós ő ott fotózza, áll közben egy modell, akit egyáltalán nem zavar, hogy leharapta a két ujját egy másik nőnek, és akkor azt így elrabolja, így végnyalja a testét, véles lesz, és nézem, hogy jó, hát ez biztos valahogy majd később visszatér, vagy valami magyarázat lesz, vagy legalább az atmoszférát erősíti, vagy valahogy szerves részét képezi a filmet, mert David Lynch filmeknél is ez szokott lenni, hogy rengeteg fura értelmetlen jelenet, de valahogy mégis összeáll, valamiért a szimbólumok megtalálják egymást, vagy valami végül valamit ad a film. Itt nem, csak így megnézted ezt, és akkor örülj neki. Olyan volt, mintha egy ilyen 60-as évekbeli új hullámos művészfilmet forgattak volna újra, vagy remake-eltek volna. Nézzétek meg a Godardtól a Weekend című filmet, ugyanez, csak az értelmes, szórakoztató is, röhögsz is egyet rajta, kétségbe esel, hogy az emberiség mennyire pusztulással van ítéltetve, de ez a film, ez annál szerintem sokkal szarabb. Mert az nem szar film, ez egy jó film, de ez egy szar, kész.